A Porodics ne prícse című előadás bemutatóját pénteken, október 8-án 20 órai kezdettel láthatja a közönség. A darabot Igor Pavlovics rendezte, szereplői Simonida Mandic, Alexander Milkovic, Gordana Adamov és Szertján Tomic. A szövegíró Biljana Srbljanovic, az előadás pedig az Óbecsei Városi Színház, valamint az Újvidéki Vizuális Kultúra Fejlesztési Központjának koprodukciójában készült. Biljana Srbljanovic Porodics ne prícse című előadásának bemutatójára végre sor került. Ez egy remek darab, remek szöveggel, amely sajnos még mindig aktuális, hiszen a történet egy olyan családról szól, amely széteső félben van. A család, mint olyan, a társadalom képét tükrözi, és a gyerekek mindezt látva különféleképpen reagálnak. De nem szeretnék túl sokat elárulni a darabról. Mindössze annyit, hogy egy izgalmas és bizonyos szempontból megrázó előadásról van szó, amellyel lezárunk egy témakört, ennek az évadnak a témakörét, amely az erőszak volt. Az évadot a Gideonov Csvor című darabbal kezdtük, majd volt a Fiatalok Dráma Stúdiójának előadása, a Rázredni Nepriatej, és most következik a Porodics ne prícse című előadás. Hogy a témát mi választottuk-e, vagy a téma választott minket, ez most egy nagyon jó kérdés. Mi a körülöttünk lévő társadalommal foglalkozunk, és ezúttal sem választottunk könnyű darabot és könnyű témát, hanem az erőszak témájával szerettünk volna foglalkozni. A darabot október 29-én bemutatják a Szerb Nemzeti Színházban is, ahol havonta egyszer lesz látható, tette hozzá Petrovics. Az Óbecsei bemutatóra a belépőjegyára 400 dinárba kerül.